Jó napot kívánok! Újra a Kéken, Sárvár vasútállomás. Kettes szakasz következik. Kék kereszten most átmegyünk. Kékre, Várnál pecsételünk. Jó idő van, 30 valahány fok. Háromnaposra tervezett túra következik. Vadkempinggel. Aztán majd meglátjuk, hogyan lesz 2021. Június 21-e van, a nyári napforduló ideje. Ma lesz a legrövidebb az éjszaka. Na, közelítünk a Sárvári várhoz. Ott a toronynál látszik az utca végén. A vár fal is látszódott. Nincs messze az állomástól. De hát ezt a kis utat meg kell tenni, aki vonattal jön. Na, itt egy templom. Egy kereszteződés, és itt nem messze van a vár is most már. Megkeressük a Kéket. Most már ide, 2,5 év után lassan. Ezt a szakaszt is meg csinálni, és akkor a jellegzetes vártorony, Sárvári vár. És akkor itt fel is tűnt a Kék. Megkeressük a nyilvános vécén és annak a részén. Hát nem jártam még gyalog Sárváron, csak átutazóba autóba. Hát a várba nem megyek be. Meg a Kéket kell megkeresni, merre megy vajon. Rekesztő meleg van, rettentő. Itt a felgyűnt, látszik a pecsét helye, és itt a nyilvános WC és a parkolóba. A várbejáratától nem messze. És itt kell lenni valamelyik rácsnál a pecsét nyomónak. Egyébként itt a parkon kell átjönni, legalább hűs volt. Elkerültük itt a várat. És megyünk, valami tópart lesz. Térkép szerint. Nem messze. Még a várnak egyes része, tehát én nem megyek be a vár. Mert ma még 20-as le kell tekerni. Ó, micsoda fenyők vannak itt, vagy mi? Mocsári ciprus, vagy valami hasonló, vagy talán mamut fenyő. Adta mindenit. De most meg eltűnt a Kék jelzés. Na, majd mindjárt megkeressük. Hát eddig tartott a park meg az árnyék. Fél kettő lesz nem sokára délután, úgyhogy rendesen be van gyújtva. Az utcán megyünk végig. Hát én átmentem a patokon, nem kellett volna, igaz, csak egy 50 méteres kerülő. Itt folytatjuk a patak mellett tovább az utunkat, majdnem a tóig. Hát volt egy jelzés az útkereszteződésnél, a lámposzlopon. A következő meg itt van eldugva a fa alatt. Hát nem valami tökéletesen vannak itt útkereszteződéseknél. Az, hogy egyenes úton nincs kijelölve, az egy dolog 50 méterenként, de ahol keresztutak vannak, nem ártana. Vagy kicserélték az oszlopokat, és azokkal már itt újak vannak, kandelláberek, itt nagy parkosítás folyik. Valószínű az is előfordulhat, hogy elvitték a jelzést. Na, ide értünk a tóparthoz, itt jól figyeljen, aki erre jár mostanában, mert építési terület is, madzagok keresztbe úszkálva, gyorsvágóznak, mindent csinálnak. Traktor, stb.
Úgyhogy nem árt figyelni, vagy kikerülni ezt. Most vagy vele esett valaki a vízbe, vagy nagy hal volt. Na, sokára tartok egy kis pihenőt. Fogyasztok a vízből, mert akkor legalább nem kell cipelni. Hát ez hal volt, itt a tó. Itt a tó. Na, azért csinálok itt sűrűbben, mert megkacifántosodott itt. Ott van a fána jár, visszamegyünk a főút. Műút fele, megkerültük itt a két kis tavacskát, itt a futópályánál. Van pihenő is. Nem tudom, lehet, hogy meg kellene állnom. De megyek arrébb, mert ott a hátra nagyobb az árnyék. Parkot elhagytuk. Vissza a műútra, hát sajnos tűző napon ráadásul pont az utcába süt a nap ki a főútig, és akkor majd ott tovább. Leértünk a főútra. Hát a vártól, aki nem akar bemenni a tóhoz, az egyenesen ott Vársarkánál tovább megy. És akkor itt a fürdő fele le tudja vágni, mert mondom, most építkeznek, bonyolult ott eljutni, meg lehet, hogy nem is szabadna. És itt a fürdőnek a parkolója. És a fürdő épülete, hát jó lenne egyet csobbanni most biztos. Van valami kalandpark is itt. Hát sajnos sem ennyi árnék ezen az oldalon a járdán, úgyhogy délutánra ezt nem ajánlom senkinek se nyáron. Megérkeztünk egy folyóhoz, ami valószínű, hogy a Rába lesz. Kiírva nincsen, de úgy tudom az. Jó sok víz is van benne most. Hát, mert továbbra is tart, és itt van balra a Tesco. Aki akar, itt pótolhatja a cuccokat. És a kemenes háta. Bevesszük magunkat a dombok közé, Sárvárt elhagyjuk. Vége itt a bolyongásnak. De előtte valami árnyékot keresek és pihenőjön. Hát meg kell állnom. Akármennyire sietek. Itt van egy Sárvár hegyközség nevezetű rész. Itt van valami templomocska is. Ez egy biciklis pihenő. Hát az asztal az kint van a napon. De árnyék van és jár a szél. Aztán arra megyünk tovább. A pihenő leküzdve erre kell menni. Át kell jönni itt a kereszteződésen. Aztán itt folytatjuk. Majd átmegyek arra az oldalra, ahol árnyék van, ha el nem ütne. Hát itt haladunk a műúton, most jöttünk át a 84-esen, egyenesen tovább. De a pár száz méter és jobbra bekanyarodunk ebbe a Haraszti erdő nevezető részbe. Na, nagyon meleg van. Na, végre ott hagyjuk a műutat. Megérkeztünk ide az elágazáshoz. Hát a Mária útnak a tábláit tudom, Sitke. 5 kilométer, ami nem megyünk be Sitkére. Mesteri van még kiírva. Nem tudom, Celdömög, hát oda sem megyünk. Na, akkor irány az erdőbe, most jobb idő lesz. Na, ebbe a kis kutyaholba pihentem. Ez itt a vadászles. Egyébként egy gyönyörű szép kis erdőbe jövünk. Semmi különös nincsen. Addig nem is fogok jelentkezni itt még. Visszanézek, nem hagytam itt valami. De mert csak ilyen gyönyörű kis erdő. Fiatal. Úgyhogy akkor tovább belőle. Hát kiértünk az erdőből, de szerencsére még mindig árnyékban vagyunk. Ott már látszanak épületek, víztorony, hát valószínű az lesz Gérce, vagy az Sitke, itt jobb oldal, jobbra még egy kicsit, meg Gérce, mert még
És itt kére nem megyek el, ott van valami kápolna, meg nem messze lesz egy kis kitérő, fogolytábor emlékhely. A melegre való tekintettel ezeket most én kihagyom. Egyébként lehet, hogy megnéztem volna, meg igyekeznem kell világosan tervezett helyre érnem, mert nem fogok tudni felvételt készíteni, ez nem, nem éjjel látókamera. A Mária útnak micsoda érdekes kis kaput raktak ide. Ronda felhők jönnek. Na és itt lehet elmenni jobbra. Nem tudom, milyen messze van egyébként. De lehet, hogy van egy kilométer is. Arra van a fogoltábor emlékhely, mi megyünk tovább egyenesen. Hát lassan, de haladunk. Nem sokára odaérünk a műúthoz, ott megy egy autó, több is. És valahol ott van, nem messze Sitke. Mi kis Sitkénél megyünk el csak. Ott van egy kápolna, jól tudom, a Balázs Fecó ezért küzdött érte, vagy mit csinált vele, felújítatta, vagy ilyen hasonló. Nem fogok elmenni megnézni, mert az megint nagy kerülő lenne. Majd egyszer lehet. Na, megint átjöttünk az országúton. És itt vezet. Hát ott van az a kápolna, szerintem akkor az lesz az. Az az érdekesebb. Hát az nagyon szép. Nagyon gyönyörű. Kilátás is. Nagyon. Nem is gondoltam volna, meglepődtem most. Ott nem tudom, milyen hegy van, talán a sákhegy lenne az. A vulkánikusnak néz ki. Vagy Cerdömölknél van a sákhegy. Bent a hegy belsejébe, vagy izébe, kürtőbe voltam már. Na akkor ez lenne az a kápolna, amit Balázs Fecó újított fel, vagy újítatott fel. Sitke, 300 mesteri. Most már csak a kéket kellene megkeresni. Itt megyek. Na, kápolnát elhagyjuk. Most iránygérce. Na, itt is van valami. Na, Istenem. Hát a kálvária lenne. Hát itt meg így néz ki a környék, ki van írva kis Sitke. Miként házak voltak oldalt. Itt meg valami nagy földkupac, de itt a közelben van valami alginit bánya. Ugyan én azt fogalmam sincs, mi az alginit. De ezek szerint bányászak. Nem sokára Gércére érünk, még egy 3 kilométer talán. Kék túrás pihenő. Hát ilyet se láttam még. Riasztóval felszerelve. Hát ez valami büfészerű. Nagyon csini. Ez sajnos nincs nyitva. Pedig egy kávét ittam volna. Nagyon hiányzik, mert reggel ittam utoljára. Hát itt is ilyen kis szőlők vannak. Vikentelkek. És már távolba feltűnt Gérce. Két templom tornyot már láttam, házakat látni.
a víztorony. Arra jól besötétedett. És nem tudom, azok a pupok, hogy akkor ez lesz az az alginit bánya, biztos. Egy kis kerítés. Fából szépen megcsinálva. De maga ott bent is az udvar körül. Sátor. Az udvaron. Oj, igen. Gödrös ez az út. És ott a falucska. Hát most jól befelhősödött. Ha lehet, még melegebb van, mert a szél, ami fúj, az is elállt. Na, közben megérkeztünk Gércére. Falu széle. Hát itt van két pecsét nyomó is. Jól tudom. Egyik az iskolán, a másik meg talán van büfébe. A büfébe az ugye bent van. A teremben, az iskolán meg kint a kerítése, ha igaz. De majd meglátjuk. Ó, micsoda szép kis kertecske. Meg kell állni valahol egy picit, mert már nagyon melegen van megint. Na, meg is érkeztünk egy pecsételőhely. Megkeressük. Hát úgy nézem, ez lesz az iskola. Óvoda, iskola egybe. Aztán itt kell lenni valóan a kerítésen. Villanyoszlopon. És itt úgy tudom, van víz is. És itt van a vízcsap, amit rögtön megnézek, hogy működik-e. Ó, még van egy kis par is, itt kellett volna megállnom az előbb. Pecsét rendben van, víz működik, úgyhogy most akkor pecsételés. A templomnál van a kis mackó, ami bezárt, úgy néz ki, és itt van az oszlopon kint előtte a másik pecsét. Úgyhogy Gécre lehet vizet venni, ott a iskolánál van csap, tökéletes két pecsét is kint van. Hát ezt nem néztem meg, mert a felső jó biztos. A kettő közé egy csak bejön. Na, irány. Tovább rózsáskerti vadászház. És a hidegkuti vadászház még talán belefér ma. Hát itt van egy bolt. De hát már nincs nyitva. Kópos bolt. Itt kell elmenni. Egy kicsit tovább jöttem megnézni a boltot. Ki van írva, hogy a temetők és a sportpálya. Egy terre balra. Fel a izény. Newton. Jó kis emelkedő. A sárkány még gyönyörűen látszik. A vulkán kópja. És még mindig emelkedik. Hát nem sokára kiélek a faluból, vagy 2 kilométer a vadászház. Pecsét, aztán vagy 4 a következő, aztán meglátom. Tud tábort ütök, nem megyek tovább. Kilátó is szerettem volna elmenni, de azt hiszem nem fér vele. Nagyon besötétedett, ilyen vastag lett a felhőzet. Na, itt jöttünk ki, át a műúton, ott van Gérce. És akkor ez az út vezet itt a vadászház fele. Itt már a Mária út is itt van megint. Azt hiszem, vagy mi van ott. Nem forrás, vagy víz, vagy mit tudom én, valami pitty-pötty. Hát itt is jó nagy az erdő, ez gyönyörű fenyves van ott. Kicsit jobbra. Egy nagy írtás, nem sokára egy 500 méterzt. Rózsáskerti vadászháznál pecsételek. Azt indulok tovább. Egy kicsit tisztulna, úgy néz ki nyugatról, de majd meglátjuk. Egy hatalmas tökföld. Messziről azt hittem Szamóca, de akkor még lettek volna itt. Biztos. És akkor megérkeztünk a híres Farkas erdő bejáratához. Ilyen kapu fogadja a vendégeket. Jó sötét van arra.
Hát azért is igyekszem egyébként, hogy legyen fény a videóhoz. És most már rájöttem, hogy az nem forrás, az kék kerékpáros jelzés a fákon. Na, akkor üdvözled Farkas erdőből. És akkor megjelent a pecsét jel is, aminek itt kell lenni valahol. Ha jól emlékszem, a írásra, ez a Farkas erdőnek a táblája, itt a kapu környékén valahol. Hát ez az erdőszát az, ami el van hagyatva, és akkor itt a sarokoszlopon pedig megvan a pecsétnyomó. Akkor pecsételünk és megyünk, és értünk tovább. A vadászát után nem sokkal egy kis rosszabb a bogavébben, esőbe álló asztalok, igen. Hát sajnos a faluból kijövet pár száz méter volt a murvás, vagy kavicsos, vagy milyen út. Azóta megint aszfalt, hogy jövök még erdőbe is. Ez egy kicsit borzasztó, de még mindig jobb, mint a csalánosba, mellég érő csalánosba menni. Csak nagyon sok a bogár. És a táskámban meg el van temetve a szűnyoghálós sapkám. Hát még látni valamennyire. Hát az erdőbe sötét van. Na végre lejövünk itt a mi útról, nem tudom meddig. Itt valami emlékhely van. Lehet, hogy csak ezt nézzem. Meg aztán megyünk vissza. Sert, vagy Serg Lőrinc erdőmesteri. És akkor mondom vissza. Már nincs tovább. Itt ugye tanösvény is van, és nagyon ötletesnek tartom, mindenhol van, ahol van tábla, ilyen pad, asztalka, az előbb én is ilyennél pihentem. Egyébként a második autó ment itt el, és úgy látszik ez a túra, ez végig aszfalton megy. Gondolom az erdészházig mindenképpen. És talán kitisztul. Nem ártana, mert hűvösebb lenne az éjszaka. Hát 23 fokot ígértek éjjelre. Az még aludni is sok. Hát a térkép jelzi ezt a kis 50 méteres kitérőt. Itt a tanösvégyen. Bányafa néven van. Bányafai kirándulóhely. Ó, nagyszerű. Van fedett beülő, kiülő, egy nagyon szép kidőlt fa, asztalok, tűzrakóhely, nem tudom, kijelölt tűzrakóhely, itt még tüzelni is lehet, sütkérezni, hát most nem tudom, ebben 30 fok van még mindig, kinek van kedve tűzben lehet tücsörögni. Na vissza a kékre. Sütöget a napocska. Talán még világosabb van, mint ezelőtt két órával volt. Gyönyörű szép ez az erdő. Hát csak ez a műút, ez nekem nem fekszik. Fenyves erdő, de szép. Hát jó, mondjuk, hogy nem tudunk bemenni, de eső után biztos nagyon finom illatok vannak. Na, hogy egész világos lesz a végén. Na, egy a pecsétnyomó, pont most akartam rátérni, hogy valahol meg kell keresni. Ez a Hidegkuti vadászház, vagy mi a manó, és konferencia. Valami vannak padocskák, hatalmas fatörzsek, szép épület, mondjuk most egy szemben van, de fontosabb a pecsét nekem most.
És itt elbefele kell menni ezen. Ó, emelkedni fog, még hozzá nem is akárhogyan. De most leülök egy kicsit ide. Arra nem megyek el tovább, mert ó, micsoda kis kápolna van. De szép. Na jó. Tűzrakóhely. De itt vannak is. Ó, micsoda fapmatuzs állemek vannak itt. Ajjaj. Na, pihenő. Na. Itt a kék. Hol a kék? Itten a régi jelölés az így van, kilátó fele. Itt kell elmenni a kilátóra. Arra megy a kék kereszt. Hát szinte ugyanaz az út. Kilátó 1,3 km. Fölmenj el onnan te mocsok. Na, akkor kutyaugatást is hallottam. Remélem nem lesz nagy forgalom, mert ott szeretnék éjszakázni. Na, a kék itt elkanyarodik, azt ugyan nem tudom miért jobbra. Egyébként itt meg a kék háromszög. Én elmegyek a kék háromszögen, szinte ugyanaz. Még lehet, hogy lesz alkalmam egy napnyugtához. Abban már nem hiszem, mert nagyon alacsonyan van, nem tudom, odaérek-e még. Esetleg napkeltéhez. Korán szeretnék indulni, mert 11 után félrevonulok. Meg az volna jó, ha a szajki tavakhoz sikerülne leérni 11-re, délre, és akkor ott valameddig ellenni. Akár fürdés, vagy stb. Ezt nem tudom, lehet-e fürödni benne. És akkor utána este tovább ötös felé. Akkor már meg is érte eljönni erre is. Egy repülős hadnagy, magyar királyi légierő. Azt mondja, Molnár László, Nemes Molnár László, biztos itt zuhant le. Nem olvastam el, mert valahol a táskám mélyén van a szemüvegem. Hát valószínű, ezért nem erre megy a kék. Gondolom, ez kikerüli, mert ez már talán a nyájérik ilyen. Talán 30%-os lejtő is lehet, vagy emelkedő, vagy mit tudom én a másik felé. Nem hosszúak, de kegyetlen meredekek. Ott a túlsó végén felmegyek, ott már világos van, talán már ott lesz valahol a kilátó. Megette a fene. Itt még valami sátorról. Autó. Ujjaj. Lehet, hogy nem kellett volna erre jönnöm. Na, majd meglátjuk. Lehet, hogy elmennek. Én jobban bírom, mert reggelin maradok. Hát azért megérte ide jönni. Hát ez gyönyörű. Ezek meg majd csak elmennek. És akkor itt lesz az alvóhelyem, ha minden igaz. Akár lenne a földön, fenn az épületbe, és ez a kilátás. Távol van a sághegy. Hát azt meg kell lépcsőzni. Na is ezen az úton, itt jobbra. Vissza lehet menni, és akkor, ha jól látom, az pedig ott már következő falucska.
holnapra. Hát, kis madárka ki van, de itt szerintem tökéletes lesz a csomag, ahol le van rakva. Itt az alvás. És az igen a sárkány. Is van valami, azt nem tudom micsoda. Van itt egy térkép, majd mindjárt megnézem róla. Kis pottyok ezek a bálák. Hatalmas ez az erdő. Órák ott jön az ember benne. Hát arra van a somló is, amit most ugyan nem látok. Káld az a falu, oda ahova megyek. Ez pedig ami az a kis somjó királykő. Ez a akármiféle, szerintem ezt a bányászok elhordták ezt a hegyet. És valamifele van Kaphegy is. És János háza keresztelő Szent János templom arra az erdő mögött. Nem akarnak menni, de hát rám várhatnak, azt hiszem. Mert én csak reggel megyek innen. Hát sikerült jól szétrakodnom. Már melegszik a víz. Még a matracot kell berakni. Fölhúztam a sátrat, hiába van itt tető. Mert ha esetleg valami nagyobb szél lesz, hűvösebb, de küldjön nekem itten éjszaka, már akkor azzal foglalkozni.